Egyes! Sziasztok, én Márkó vagyok, és ma egy pilótát fogok elkísérni a repülő útjára, már pedig abból a célból, hogy megmutassam nektek, hogy mennyi feladata van a repülés előtt, közben, illetve utána. Már csak a becsekkolás maradt, szóval tartsatok velem! Szia, Márkó! Szervusz! László, Márkó! Esámak László! Felkészültél a mai repülésre? Izgulok, nagyon csináljuk! Na helyes, gyere, akkor megmutatom, hogy készülünk fel. A navigációs irodánk erre a számítógépre tölt fel minden dokumentációt, ami szükséges a repüléshez, és mi ezt itt kinyomtatjuk, átnézzük, és így nyomtatott formában fogjuk felvinni majd a repülőre. És mondjuk mi az, ami szükséges egy ilyen repüléshez, tehát mi az az információ? Hát mindenképpen kell egy repülési terv, ami alapján beütjük az útvonalat a repülőgépbe, felprogramozzuk, valamint az üzemanyagszámítás, a magaslati szélerőjelzés, turbulencia előrejelzés, kitérő repülőtereknek az ismertetése, valamint az időjárási előrejelzés van még ebbe a package-be, és akkor ezt most én meg is beszélem a kollégámmal, ha megengeded. Jézusom! Ez lesz a térképünk az induláshoz. A repülőgépnek az agyába be van táplálva ez az indulási eljárás, ez csak azért van nekünk, hogyha esetleg a repülőgép meghibásodik és nem tudja automatikusan lekövetni, akkor nekünk legyen egy referenciánk, ami alapján tudjuk ezt követni, valamint ugye a visszaellenőrzés céljából használjuk. Már csak egy bonyolultabb dolog lesz, a pilótafülke. Igen, az nagyon fog tetszeni. Remélem. Na, szerintem mehetünk, és akkor felkészíthetjük a lányokat is a járatra, úgyhogy akkor megtartjuk a briefinget a légutas kísérőknek. Eső, zápor eső, a felhő alap is le fog egy kicsit jönni 600 lábig. Előfordulhat az is, hogy várakoznunk kell a leszálláshoz, mert az eső meg a szél miatt egy picit feltorlódik a forgalom. A következő lépés, amit csinálunk, a repülőgépnek a dokumentációját leellenőrizzük, ami azt jelenti, hogy ugye most átvesszük a repülőgépet a műszaki szolgálattól, és ez alapján fogom eldönteni, hogy a repülőgép alkalmas-e a járatra, vagy nem. Végigmegyünk a megfelelő ellenőrzőlistán, ezen behelyezzük a repülőgépet a külső áramforráson most egyelőre, és addig mi lemehetünk megcsinálni a körbejárást. Jézusom, mennyi gomb, műszer, információ, felelősség. Ha ti úgy gondoljátok, hogy elbírnátok egy pilóta feladataival, akkor nézzétek meg a csatornánkon a többi videót is. Hogyha esetleg a földön maradnátok és más szakmát keresnétek, akkor biztos, hogy találtok magatokhoz illőt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha megbocsátotok, akkor én most hazarepülök.